Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket nagyheti készülődésünkbe, húsvét titkának felismerésére. A mai alkalmunkon a Pomázi Református templomból nagypéntek üzenetét hallhatjuk majd meg közösen. Isten áldja és őrizze önöket ebben a néhány percben is. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged. Hálaadással köszönjük meg a mi életünket. Urunk, megvalljuk neked egészen őszintén, hogy van bennünk szorongás és félelem, hiszen szinte egy éve csak a virtuális térben találkozhatunk egymással. Van szorongás bennünk, hogy ünnepeink is a kamerák mögé kényszerülnek, és mégis van bennünk egy nagy hálaadás azért, mert te megőriztél és megtartottál bennünket. Kérünk, Urunk, ezen a mai alkalmon hadd tekintsünk az életünk hozott áldozatodra, a te fiadra, Jézus Krisztusra, aki meghalt helyettünk, miattunk és értünk. És amikor rohannánk, de nem rohanhatunk, hadd, hogy most megálljunk, és néhány percre odaboruljunk hozzád. Add a te igédet, kérünk, hogy értsük, és hogy követhessük azt. Amen. Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából, János evangéliuma 19. fejezetéből, a 16. verssel kezdődő szakaszt, a 22-ig. Ekkor Pilátus kiszolgáltatta Jézust nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztjét, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele együtt másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre, ez volt ráírva: a názereti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai ekkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. Amen. Kedves testvérek, nagypénteket, húsvétot ünneplő keresztjének, amikor János evangéliumát olvassuk, akkor feltűnik benne mindannyiunk számára, hogy János az egyetlen a tanítványok közül, aki végig kíséri Jézust. Elkíséri a keresztig. Mondhatnám azt is, hogy ő az igazi, hiteles szemtanú, fültanú, aki hűségesen leírja azt, hogy mi történik nagypénteken, mit látott és mit hallott. Jézus megy a keresztre. A Szentírás egyik legfontosabb gondolata, igéje, Istennek legnagyobb üzenete: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így olvastuk: átadta Pilátus Jézust, hogy megfeszítsék,
ők pedig átvették. Nehéz nap ez. A zsidó rendtartás szerint egy teológus pontosan megpróbálja összeírni azokat a pontokat, perceket, hogy mi lehetett Jézus megfeszítésének a teológiai összefüggése. Az Ószövetség világából a Páska ünnepe jelenik meg, a zsidó szabadítás ünnep. Az a pillanat, amikor a 10 csapásnak utolsó perceiben, óráiban, egészen pontosan utolsó napján az Isten halált hozó angyala körbe jár, és csak azok a házak maradnak meg éppen és egészen, nem vészel belőlük az elsőszülött, amelynek szemöldök fáját megkenik a bárány vérével. Ezt jelenti a Páska is, elkerülés, kikerülés. Azokat a családokat, akiket kikerült a baj, a halál, az elmúlás. És akik pedig ott maradtak, azok megszabadultak. Erre emlékezett a zsidóság Jézus megfeszítésének a napján is. Összegyűltek a papi rendekből valók, a 24 legtekintélyesebb vén, akik csak a 3 nagy ünnepen gyűltek össze, egyszerre ott voltak a Szent Városban, és megkezdődött a Páska előkészítésének a napja. A legszentségesebb, engesztelő áldozat, a bárány feláldozása. Megáldoztak számtalan Páska bárányt, a papok az oltárra hintették a kiengesztelő vért, a Páska vért. Közben pedig a templomban, a jeruzsálemi templomban fölhangzott a harsonának a szava, esti imádságra hívta az egész várost, és a Páska vágás tovább folyt. A léviták hárfát pengedtek, és énekelték a zsoltárt, nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr dolgait. Harsona zengés, kürt harsogás hirdette a nagy eseményt. Isten vérrel váltotta meg az ő népét. Ezt követően pedig a tömeg, a templomhegyet otthagyva, a levágott báránnyal hazamentek, és otthonaikban sütötték meg azt. Ezt hívják a Páska vacsorájának. És közben pedig Jézus szenved, és meghalt a kereszten. Megfeszítették. Kedves testvérek, úgy hiszem, hogy ma is nagyon sok család érti ennek a halál elkerülésnek a pillanatát. Nehéz helyzetben vagyunk, amikor ezek a felvételek készülnek, akkor kifejezetten magas, talán napról napra magasabb azoknak a polgártársainknak a száma, akik a koronavírusban hunytak el. Érezzük mi is, magunk, lelki pásztorok, hogy a halál egészen közel jött hozzánk. Látjuk azokat a gyászoló családokat, akik nem egyszer több rokonuk ravatala mellett állnak meg. És teszik fel a kérdést, őket miért nem kerülte el a halál? Mások pedig gyülekezetünkben, akik átestek a koronavírus betegségen, hálaadással írnak arról, hogy megmentette őket az Isten. Egészen konkrétan értjük, hogy mit jelent a halálnak a keze. Mit jelent a kereszt? Így szoktuk ezt mondani. De most nekünk azt kell értenünk, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak a keresztje. Ennek a keresztnek van egy felirata. Latinul a feliratot így hívják, hogy titullus.
Ma is nagyon sok embernek van titulusa, doktor, professzor, habilitált, vagy lehet ilyen is, hogy esperes, lelkipásztor, talán püspök. A felolvasott történetben a titullus az Krisztus keresztje fölé rögzített vádiratot jelenti. Azt a kis fa lapocskát, amelyet gipszel vontak be, és feketével ráírták a vádlottnak a nevét, és ráírták a vádiratot. Ráadásul három nyelven, a három nyelv a rómaiaknak a hivatalos latin nyelve, aztán a kultúrának és a kereskedelemnek a nyelve, a görög, és ott van a mindennapoknak a nyelve, a héber vagy éppen az arám. Mindenkinek tudnia és látnia kellett, aki feltekintett a keresztre, hogy ki szenved ott, hogy ki halt meg ott. A tanítványságnak ugyanis a kereszt mindig a próbája. A mi időnkben is ez a próbája. Nem csak az a kérdés, hogy mit hiszünk, ez is nagyon-nagyon fontos. De vajon mit mondunk mi Jézus keresztjéről? Mit mondunk arról, aki a kereszten függött? Kicsoda számunkra, számomra Jézus Krisztus. És igaz, hogyha valaki nem veszi fel, nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utána, mondja Jézus, az nem lehet az én tanítványom. Éppen ezért Krisztus keresztje nem egy vallásos érzés. Még ha megrendít is bennünket, hanem Jézus Krisztusnak a keresztje életünk forduló pontját jelenti. Látjuk, hogy mi minden összpontosult és összpontosul Jézus Krisztus ellen, és mi minden összpontosult és összpontosul ellenünk. A kérdés az, hogy megmaradunk-e Jézus keresztje tövében, mint János, az egyedüli, aki megmaradt. Ott maradunk-e? És ha feltekintünk a kereszt feliratára, akkor mi mit látunk? Ezen a nagypénteken, hogyha én feltekintek Krisztus keresztjére, azt látom, amit sokszor tanítottam, de most szívem teljességével élem meg. Jézus Krisztus helyettem, miattam és érettem szenvedett. Őt látom. Isten szeretetének gyermekét, az én megváltómat. És hozzá tartozik az én életemhez is a kereszt. Nem feltétlenül a nehéz embereknek az elhordozása, mi így szoktuk ezt valahogyan bagatelizálni, hogy a kereszt az, amit nehezen tudunk elviselni, lehet az betegség, vagy lehet az valamifajta szenvedély, de lehet az egy személy is, nem. Ezen a nagypénteken a kereszten az én megváltómat látom, Jézus Krisztust, és hordozom a keresztet, és ebbe belerendülök. Szeretnék ott maradni minden tekintetben, mindenkor, halálomi hűséggel. Ezt mondja a talán cinikusnak tűnő pilátusi mondat is. Amit megírtam, megírtam. Mi ezt így egyszerűsítjük, amit megmondtam, megmondtam. Amit Pilátus, a pogány leírt, pedig nem értett az egészből semmit, az úgy maradt. Nem véletlenül kérdezi Calvin ezek után,
hogy mi a kritikus helyzetekben, életünknek forduló pontjaiban, próbái közepette, ott maradunk-e Krisztus keresztjénél. Milyen hitvány az, hogyha éppen a legnehezebbekben vonnánk vissza a mi hitvallásunkat. Ezért újra mondom, Jézus ott és akkor miattam, helyettem és értem szenvedett, hogy nekem a legnehezebb időkben is reménységem legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük neked, hogy a legkomorabbnak tűnő napon, nagy pénteken mi azt láthatjuk, hogy te érettünk adtad életedet. Engedd, hogy a legnagyobb próbatételben ne fussunk el, hanem megmaradjunk. Holtunkig hűséggel kitartsunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a próba alatt lévőkért. Imádkozunk a betegekért, a kórházakban szenvedőkért, a gyógyulást segítő orvosokért, ápolókért és minden személyzetért. Könyörgünk a gyászolókért, a megsebzett lelkekért. És imádkozunk hozzád, Urunk, ami a gyermekeinkért és unokáinkért is, akik bezárkoznak egy kilátástalanak tűnő online világba. Utasd meg nekik is, nekünk is, hogy te szabadító és megváltó Isten vagy, és ezt készítetted számunkra nagy pénteken. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat otthonainkban is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Engedjék meg, hogy magam, családom és a Pomász Csobánkai Református Közösség nevében Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepet kívánjak kedves mindannyiuknak. Áldás, békesség, Isten velünk, viszont látásra!